Én elsősorban azokhoz szeretnék szólni, akik azon a bizonyos január 31-i napon véletlenül lemaradnának a regisztrációról, vagy a várólistára kényszerülnek. Másodszorban pedig azokhoz szólnék, akik rákerülnek erre a listára, vagy a várólistára, de szeretnének addig ráhangolódni ezekre a sportprogramokra. Igen, a Sport for Free, először is beszéljünk arról, hogy mit jelent ez, hiszen van lelkes, reálértelmiségi kollégáim, akiket itt láthatok a képeken. Ők azt gondolták, hogy a Sport 43 az egyértelmű lesz mindenkinek. Én humán értelmiségiként ezt egy éve magyarázom. Igazából ez azt jelenti, ahogy Kristóf is mondta, hogy for free, azaz ingyenes. Ez a programunk karakterisztikájának a része, hiszen ezt három dologgal tudnám jellemezni, amit mi csinálunk. Az egyik az az, hogy ingyenes, a másik, hogy egynapos sportfókuszú kirándulás, a harmadik pedig az, hogy iskolai osztályoknak szól, 6 éves kortól 18 éves korig, vagy inkább azt mondanám a tapasztalatok alapján, hogy a gimnázium végéig, mert van, akit már 19-20 éves, és ebből számos kérdés is adódik mi nálunk. Szóval hármat mondtam, de legyen belőle 4, mert a negyedik dolog, ami hozzánk kapcsolódik, az a regisztráció. Azt kérjük a hozzánk regisztráló pedagógusoktól, vagy lelkes szülőktől, akik segítenek, hogy a felületünkön a Sport 43, vagy sportforfree.hu-n legyenek szívesek és regisztrálják a hozzánk érkező diákokat, egyrésztről Covid nyilatkozattal, másrésztről pedig azért, hogy tudjuk róluk, hogy hány évesek, hányas lábuk van, milyen magasak, hogy amikor hozzánk a helyszínre érkeznek, akkor teljes körű szolgáltatást kaphassanak, pont olyat, amilyet ők szeretnének, és ami rájuk illik. Jó, honnan indult a mi gondolatunk, a mozgalmunk? Ez közel egy éve született meg, abból a gondolatból, hogy a világban a javak egyenlőtlenül vannak elosztva. Ott ültünk eplényben, ugye, ami nem az a bizonyos edelény, amit már az előbb sokszor említettünk, és néztük a hegyoldalt egy unalmas keddi délelőttön, és azt láttuk, hogy itt van egy gyönyörű hegyoldal, hóval, felvonókkal, és mivel kedd délelőttönként ideális esetben a magyar lakosság, a felnőtt lakosság jelentős része GDP termeléssel van elfoglalva, ezért nem volt annyira tömött ez a hegyoldal, mint amilyennek mi megálmodtuk. És arra jöttünk rá, hogyha van egy ilyen gyönyörű hegy, akkor annak sokkal jobbat tesz, hogyha azon gyerekek nevetgélnek, mint hogyha üresen állna ez a hegyoldal. És hál' Istennek azóta, hogy ez a gondolat megszületett, nagyon sokan gondolták így, hogyha vannak üresen álló kenuk, vagy vannak üresen álló kerékpárok, vagy bármilyen más sportlétesítmények, akkor sokkal jobbat tesz nekik, hogy oda gyerekeket viszünk, és kipróbálhatják magukat a sportban, mint hogyha hagyjuk ezeket üresen állni. Szóval tavaly gondoltunk egy nagyot, és az eplényi sí központban gyerekeket hívtunk meg, hogy ingyenesen síjeljenek. Ez azt jelenti, hogy kapnak oktatást, síbérletet, felszerelést tőlünk, melegteát, némi kis ételt, és 70 perces síoktatás keretében megismerkedtek a síjelés alapjaival. Azóta ez a program, hála más lelkes sportrajongóknak és az Aktív Magyarország támogatásának és az együttműködő partnereinknek túlcsordult a síjelés keretein és a snowboardozás keretein. Most már lehet a tavasz során kerékpározni, kenúzni, túrázni, egy libegőzés előtte kötve szintén eplényben, gördeszkázni, végbordozni, falra mászni, ez egy egész más sport, azt gyakrabban gyakoroljuk, és nem sok eszköz kell hozzá. Illetve van egy meglepetésem, ezt itt mondanám el, a jövő héttől pedig már néptáncolni is lehet, hiszen átterjedtünk a sportfal a kultúra területére, és óriási lelkesedéssel érkeznek hozzánk mind a pedagógusok és mind az osztályok, úgyhogy egyéb meglepetést ér minket is eközben, miközben szervezzük ezt a programot, mert nagyon sokat kapunk tőletek, és azoktól, akiket megszólít ez a szellemiség. Amit eddig elmondtam, és az ebédnél vissza fogom kérdezni, mert annyiszor mondtuk el ezt a 43-at, illetve ezt a 4 dolgot, ami ránk jellemző, hogy ingyenes, hogy egynapos iskolai osztálykirándulás. Tényleg mondom mindenkinek, aki itt ül, és szeretne ráhangolódni a vándortáborra, és elhozná az osztályát egy egynapos sportrendezvényre, hogy legyen bátor, és regisztráljon a sport43.hu-n, mert egyetlen nappal is meg lehet érezni, hogy micsoda erő van ebben a közös sportolásban, a természetben való közös kirándulásban, egy közös klassz gördeszkázásban. Mert azt gondolom, hogy a mai fiatalokat nem csupán a klasszikus kerékpározás, túrázás szólítja meg, hanem érdeklődnek olyan sportok iránt, amit otthon a családban, vagy az iskolában nem tudnak kipróbálni és megtanulni, mint egy falmászás, egy végbordozás, amit ők menőnek tartanak, vagy egy gördeszkázás. Nálunk erre
erre is van lehetőség, hogy ezt kipróbálják. Eplényből és Budapestről indultunk, de az országban 12 helyszínen voltunk jelen tavasszal, és most már 10 sportágban lehet minket kipróbálni. A Sport 43 azt is elkezdte jelenteni, hogy reméljük, hogy egyszer csak 43 sport lesz, amit ki lehet próbálni egynapos kirándulások keretében. Jó, ahogy említettem, a regisztráció nagyon fontos nálunk, és ezt azért tesszük, mert amikor hozzánk érkeznek a csoportok, akkor minden helyszínünkön fontos, hogy valaki várja őket. Aközött nagy különbség van, hogy valahova odaérkezel, vagy hogy várva vagy. Itt mi nálunk animátorok, vagy túravezetők, vagy oktatók fogadják a hozzánk érkező csoportokat, pedagógusokat és diákokat, és ez azt jelenti, hogy nem érzik magukat idegennek egy új környezetben. Őket végigvezetik a teljes napon, mesélnek nekik a helyszínről, szervezik az életüket, a kerékpáros utak programját, vagy akár a ezerdély kirándulás esetében a szalonnasütést, és ehhez ragaszkodunk is minden egyes újonnan induló sportág esetében, hogy ott lehessenek azok az animátorok, vagy melegszívű segítők, akik ebben ugyanígy hisznek, és olyan szeretettel tudják körülvenni a hozzánk érkező gyerekeket, hogy ez nem csak sportot ad, hanem annál egy kicsit többet is. Amit biztosítunk, elmondtam összességében, és csak hangsúlyozni tudom, hogy az eszközök, az animátorok, a regisztráció, az oktatás és a sporttal való megismerkedés maximálisan felkészült kollégáink támogatásával. Amiről még egy szót külön ejtenék, az a síelés, mert ez a jelenleg futó legaktívabb programunk, síelés és snowboardozás. Eplényben várjuk az ide vágyó, vagy a síelés kipróbálni szerető osztályokat, regisztrálni szükséges. Egy dolgot kérünk, hogy az utazást szervezzék meg, minden mást a helyszínen biztosítunk. Jó, és azt hiszem, hogy nálam jobban tudnak beszélni a számok, különösen akit még ráértelmiségi és itt ül a padsorokban. Eddig 35.500 iskolást tartott velünk, és már szinte nincs olyan megye, ahonnan nem látogattak el hozzánk. 520 iskolából fogadtunk osztályokat, és azt mondhatom, hogy nekünk magunknak is nagyon nagy élmény találkozni veletek, pedagógusokkal, a gyerekekkel, vagy a szolgáltatókkal, és nagyon nagy élmény hallgatni azt, hogy ti hogy érzitek magatokat, és arra fogunk törekedni a jövőben is, hogy ezek a számok csak növekedjenek, és hogy átlépjük az álomhatárt, az 50.000 diákot, akit szeretnénk még ebben a tanévben vendégül látni a programjaink keretében. Egy rövid kis filmet is hoztam, amiben a szavak helyett a képek meséljenek a számokon túl, hogy hogyan érzik a gyerekek magukat, amikor eljönnek hozzánk. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Egynapos ingyenes osztálykirándulások keretében várunk titeket a Sport 43 vagy a Sport for Free-ben.